magyar kerékpárgyártó és pedelek, akkor Gepida. Ez a legújabb fejlesztésük, ennek az az érdekessége, hogy két akkumulátorral is föl lehet szerelni a rendszert, így akár 100 km-t is meg lehet tenni egy feltöltéssel. Az agymotor elől található a kerékpárban, a nagyméretű kijelző pedig a kormányon kapott helyet, amiről minden olyan információt leolvashatunk, amire a bringázás közben szükségünk van. Mivel az elektromos bringák azért nem hétköznapi sebességgel közlekednek, ezért magukra hidraulikus felnyi fékeket kapott a bringa, ezzel még csomaggal vagy gyereküléssel megpakolva is biztonságosan meg tudunk állni bármilyen meredek lejtőn vagy vészhelyzetben. De nem csak ezzel a rendszerrel szerelt elektromos bringát lehet kapni a Gepida kínálatában, hanem van még a Yamaha rendszer, amely középen hajtja a hajtóművet. Ez mondjuk annyiból is szerencsés, mert a bringa tömegközéppontjában van elhelyezve a súly, így nagyon kezes a kerékpár. Természetesen minden olyan felszereléssel föl van szerelve, ami a városi közlekedéshez szükséges. Agydinamó, lámpaszett, csengő, tehát igazából egy teljesen komfortos kerékpárról van szó. De nem csak az elektromos bringákról szól ám a Gepida kínálata. Szóval itt van például ez a trekking kerékpár, melynek érdekessége a beszerelt Nuvinci agyváltó. Agyváltókról ugyan ejtettünk már szót, miért is különleges ez a Nuvinci? Azért, mert fokozatmentes agyváltóról van szó. Kis görgőknek a felületének a változtatásával lehet a fokozatot váltani, és egy nagyon érdekes kijelzővel van felszerelve. Ahogy tekerem a váltókat, úgy mutatja, hogy mennyire meredek terepen kell használni az adott fokozatot. Ennek az agyváltónak az a nagy előnye, hogy nincsenek benne fokozatok, így mindig az ideális sebességi fokozatban tud az ember haladni. Akik egy kicsit sportosabbra vennék a figurát és a Gepida kínálatában keresgélnének, azoknak az Alboin Fitness Trekkinget ajánlanám, mely egy érdekes villával van szerelve, ahol a fejcsőben található a rugózó elem. Ez nem csak dizájnos és könnyű, hanem sokkal jobban illeszkedik a bringa letisztult vonalaiba, a megállásról pedig hidraulikus tárcsafékek gondoskodnak. Akik a modern technikát szeretnék a régi ruhába öltöztetni, azoknak érdemes a Gepida S3-as modelljére vetniük egy pillantást, hiszen a régi korok stílusa köszön vissza a legújabb technikával ötvözve. Egysebességes kerékpár, melynek a hátsó kereke megfordítható, így nem csak fix átétellel, hanem fölrakott rasnival is közlekedhetünk, illetve a fékek is megtalálhatók a bringán, ami ugyan nem mindegyik fixi kerékpárnak a széria tartozéka, de a biztonságos közlekedéshez mindenképp elengedhetetlen.